Tánccal és játszóházzal ünnepelték a húsvétot Tatabányán, az Árpád téren. A húsvét hétfői program csúcspontja a bányásztánc együttes fellépése volt. A lányok egy kicsit karikázott táncolnak, innét-onnét összeállított, inkább a látványra mentünk rá. A fiúk táncolnak verbunkosokat, és aztán egy kis páros tánckalot a szegről innét-onnét, és természetesen megtáncoltatjuk a érdeklődőket, tehát ez inkább egyfajta szórakoztató, nem pedig arról szól, hogy most akkor valahonnét koreográfiákat mutassunk be. Ide állítottuk most össze ezt a kis válogatást erre az alkalomra. A táncok mellett nem maradhatott el az egyik legnépszerűbb húsvéti hagyomány, a locsolkodás felelevenítése sem. Láttam ma is a városban, hogy sok fiatal gyerek és fiú ment és locsolkodott, ilyen-olyan szándékkal felkeresik a lányosházakat. Mi mindenképp fontosnak tartjuk azt, hogy ezt megmutassuk a közönségnek. Természetesen meg is ejtjük ezt most, nem is biztos, hogy külön is üvegekkel, hanem annál nagyobb szerszámokkal, mondjuk szódás üvegekkel, ami meg talán a lányok nem fognak örülni, mert elég hideg szelek fújdogálnak, de azt gondolom, hogy ez egy fontos hagyomány, méltó arra, hogy megmutassuk, megőrizzük, úgyhogy előre a locsolkodás útján. A karikázó és verbunkos után bárki csatlakozhatott a táncosok közé. Természetesen a gyerekeknek táncház is lesz, és nem csak a gyerekeknek, aki jól érzi magát, az beállhat táncolni egészen olyan 6 óráig, 7 óráig. A tánc mellett a gyerekeket kézműves foglalkozás és játszóház is várta a téren. A minden korosztály számára népi ügyességi mozgásos játékokkal készültünk, páros ijelés, mocsárjárás, különböző egyensúlyozó célba dobó játékok, egy kis tanyás játékot, egy házi udvar jelleggel öltve hoztunk fából készült házi állatokat, ló, macska, cica, kacsa, bárányka, kecske, istálót, ólat, locsolókannákat, fémvödröket, kosarakat, kukoricát, teknőket, és a gyerekek a állatokat játszhatnak, etetik, itatják, simogatják, ráülnek, szénával etetik, itatják, ezt is szeretik nagyon a gyerekek, és van 2 asztalnál kézműves foglalkozás, tavaszi lakásdíszeket lehet készíteni természetes anyagokból. A kilátogató családok többsége az együttünneplés örömét hangsúlyozta. Összehozza a családot, az embereket, igazából Tatabányának szerintem ez főként jót tesz. Mert talán annyira már nincsen otthoni hagyománya a húsvétolásnak, én legalábbis úgy látom, mint mondjuk gyerekkoromban volt, és itt azért még megvan az a húsvéti hangulat. Itt jobb az ünneplés együtt. Szerintem a mai világban az, hogy a gyerekek is, hogy minél többet legyenek együtt, meg a felnőttek is, még mi is. Úgyhogy én így gondolom. Az Árpád-téri húsvéton a legkisebbek a fakörhintát és a póniciklit is kipróbálhatták, míg a nagyobbakat Németh Dénes és zenész barátai szórakoztatták.